Szeretettel köszöntöm a Karcok Televízió nézőit. Rendhagyó helyszínről, innen Kunhegyesről jelentkezünk a következő szűk két órában. Egy kiesés elől menekülő csapat fogad egy olyan együttest, amelyik valamelyik éremért harcol a hátralevő hat fordulóban a bajnokságból, és hogyha hozzátesszük, hogy mindezt két kunsági együttes, a Kunhegyes, valamint a Karcak teszi, akkor bizony elkönyvelhetjük, hogy Orosz István együttese a megyei labdarúgó bajnokság 25. körében is a forduló egyik, ha nem a legnagyobb rangadóját játsza. A miénk igencsak jó sorozatban vannak a Szajol elleni nagyobb vereség után, az elmúlt három mérkőzésen 7 pontot is szereztek szívósék, így pedig kapaszkodunk és nyomulunk a bajnokság első három helyezettjére, azzal a céllal, hogy lehetőség szerint legalább a bronzérmet elcsípje majd a csapat. Ezzel ellentétben mai vendéglátóink nem dédelgetnek ilyen mesés álmokat. Önálluk az lenne tündérmese, hogyha sikerülne valamilyen úton, módon bennmaradni a megyei első osztályban, ugyanis a Kunhegyes jelen pillanatban 19 egységgel mindössze a 14. helyen tanyázik a tabellán, és hiába a téli edzőváltás, Varga László csapatunk játékosának, Varga Zoltánnak az édesapja érkezett Kunhegyesre. Az első néhány forduló jó munkája, ott két meccs alatt is 4 pontot szereztek, az elmúlt hetekben azonban már nem jönnek az eredmények. Az utolsó 7 mérkőzésükből 6-ot elveszítettek, és csak a sereghajtó Kunszentmárton sikerült megverni a kunhegyesieknek. Így hát nagyon kemény lesz az utolsó 5-6 meccs annak érdekében, hogy bennmaradjanak. Ráadásul, ha hozzáteszük, hogy nagyon kemény sorsolásban is van a kunhegyesi együttes, most Zsinórban ők játszanak egy hónapon keresztül az első 4 ellen. Eddig 2 vereség a mérleg, Tiszafüred ellen egy hete 2-0-ra kaptak ki, Szajol ellen pedig itt Kunhegyesen 4-2-es vereséget szenvedtek. A két csapat köszönti a nézőket, mindkét oldalon vannak hiányzók, Orosz István eltiltás miatt nem számíthat Szívós Gergőre, csapatunk kapitányára, Varga Zoltánra, valamint Balog Csabára sem. Szívós Gergő hiányában a csapatkapitányi karszalag Bukovszki Dani karján, valamint Kocsis János pedig sérülés miatt kénytelen kihagyni a mai ütközetet. A túloldalon pedig mindössze 14 játékos a mai alkalommal a keretben. Varga László együttesében talán a legnagyobb hiányzó az az Egedi Roland, aki karcagi, ennek ellenére játszik Kunhegyesen is. Télen reaktiválták őt a nagypályás futballra, korábban Berekfürdőn is rúgta a bört még a megyei negyedosztályban. Most azonban télen Varga László hívására újra kezdte a nagypályás focit, és mindez idáig valamennyi találkozón tavasszal ott volt a kezdőcsapatban, ma azonban ő sem található meg a benevezett játékosok között. Igen, szép idő fogadja a csapatokat, remélhetőleg pedig hamarosan majd karcagi gólok is üdvözlik a kilátogatókat, még akkor is, hogyha ők ennek nem örülnének annyira. 2016-ban még nem kaptunk ki, ez is egy jó előjel, és hát hogyha valamennyi olyan dolgot egybe gyűjtünk, ami a csapatunk neve mellett szólhat ma, és azokat is, amik a hazaiak esélyeit támogatják, akkor bizony azt kell mondjuk, hogy itt igazán nagy meglepetés lenne, hogyha a Karcok nem szerezne pontot, és hát azt is be kell vallani, hogy az abszolút esélyesei vagyunk a mérkőzésnek minden szempontból. Az egymás elleni mérleg, valamint a tabellán elfoglalt helyezések, valamint a forma is egyértelműen a kékmezes csapat, vagyis a Karcak mellett szólnak. A találkozó játékvezetője majd Veréb Máté lesz.
két munkáját pedig Tóth egy Tiborral, amint Varga egy Zoltán segítik. Csak a rendkedvért, tehát a hazaiak kezdik meg ebben a vasas vagy honvéd szerelésre hajazó kék-fekete fekete-piros összeállításban a találkozót. Jó lenne minél hamarabb magunkhoz ragadni a kezdeményezést, közben Varga Gábor teszi belső védő társának Imre Zoltánnak a labdát. De valljuk be, hogy annak ellenére, hogy nem győzedelmeskedik, illetve pontokat sem nagyon szerez a Kunvegyes az elmúlt hetekben, kezdenek egy kicsit zárkózni, egyre szűkebb arányú vereségeket szenvednek, és minél előbb el kellene kezdeni gyűjtögetni a pontokat annak érdekében, hogy benn maradjon a kese. Elsősorban Kunszentmártonnal és Kisújszállással versengenek a bennmaradásért, de még Jászfényszorú is a veszélyeztetettek között lehet. Ez az a négyes, amelyből majd kikerül a két vesztes. Agócs robban időközben a kapujából. Újra ő véd, igaz Belényes most ott van a padon. Belényesinek nincs szerencséje a tévés meccsekkel, akkor parándízik, amikor nem közvetítünk. Agócs meg akkor, amikor igen. Ő sem panaszkodhat mostanában a teljesítményére. Hosszú indítás, pontatlan azonban nem jut el Balokhoz. Elsősorban tőle várhatjuk a gólokat. Az egyetlen olyan karcagi játékos, aki valamennyi bajnoki mérkőzésen pályára lépett a csapatban. Ma 24. alkalommal kezdő, egyszer pedig csere volt Baba. Szőke. Hátul, jobb hátvédben. Kocsis helyén egyelőre. Igen, csak univerzális játékosról van szó, bárhova pakolgathatja Orosz István a pályán. Most például ő harcol ki kis hián egy bedobást. A játékvezető aztán úgy dönt, hogy Kocsis dobhatott. Dobos. Egyel tovább, nem is rosszul. Nem volt rossz az ívelés, Kocsis feje fölött azonban elmegy a labda. Nem is sikerül a vonalon belül megtartani. Agócs jöhet kirúgással. Ősszel kiütéses karcok győzelem született a Ligetúton. 7-1-jel küldtük haza az ezer sebből vérző kunhegyesi csapatot. Hát egy igencsak nehéz és viszontagságos idény van már most a mai hazaiak életében, ugyanis volt itt minden, hiszem szájnak ingere a 2015-16-os bajnokságban. Sokáig ugye Csillag László volt a vezetőedző hosszú éveken keresztül. 2013 telén vette át ő a csapatot, azonban október 6-án Nemes György a szakosztály elnöke menesztette Csillag Lászlót. Ez a döntés akkor igencsak meglepte a játékosokat, a szurkolókat egyaránt, és sokáig nem is sikerült belőle építkezni. Ezután érkeztek Karcagra, és kaptak egy 7-1-es pofont. Az ősz aztán így zajlott le, és ahogy említettem, Varga László tél óta a vezetőedzői poszton. Jó a szerelés Erdei elől, sikerül ki is halászni a labdát, Balog teszi tovább, Bukowski pedig már félpályánál igyekszik szerelni Tyúkodi Rolandot. Balog fordít. Ő Varga Lászlóval egyetemben télen érkezett a csapathoz Kisújszállásról. Neki tehát nem ez az első nagy kunsági rangadója, de kunhegyesiként ma debütál ebben a párharcban. Remek labdaszerzés. Szépen jött el a labdával Bukowski lendületből. Aztán kicsit, mint hogyha valamelyik göcsörtön megtorpant volna. Ezért nem tudott tovább menni. Német, tehát hámozzák rajtuk magát. Azonban Szőke egy kétkezes lökéssel jelzi, hogy ő bizony itt most erőt szeretne demonstrálni. Másíp. Alig, hanem lesről mozgott vissza Balog. Szabadrugás lesz. Lámlást fújtak, de valami más szabálytalanságot vett észre Veréb játékvezető. Egy a biztos, a labda már a karcagi 16-os előterében. Jó a sarkazás. Szép aztán a karcagi szerelés is.
Hajdú pedig már újra oda játsza. Jön a szabadrugás. Hajdú Zsolt 16-osban szintén téli igazolás. Ő is ismerős lehet a karcagi futballbarátoknak annak ellenére, hogy Kunhegyesi mezben rúgja a labdát. A testvére Hajdú Tibor is évekig erősítette a karcagi csapatot, illetve az édesapja is aktív részese volt a karcagi futball életnek. 2003-ban távozott Hajdú Zsolt Karcagról, azóta nem tért úgymond haza. Most télen Antornak tájáról Varga László hívó szavára csatlakozott a Kunhegyeshez. Életerő szabadrugás, Agócsnak kell védeni. Kipattanót pedig aztán sikerül szögletre tisztázni. Meg volt az első helyzet a 6. percben. Egy pont rugás után könnyűszerrel megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat. Lemerőssége a gólszerzés a Kesének. 24 mérkőzés alatt mindössze 28-szor zörgették meg az ellenfél hálóját. Agócs közben kis egyéni akció. Megúszza. Ebből nem növelik a Kunhegyesiek. És hát már csak azért is meglepő lenne, hogyha a meccs ilyen korai szakaszában betalálnának, mert az elmúlt 5 összecsapásukon mindössze 2-szer voltak eredményesek. Mind a kettőt a korábban említett Hajdú Zsolt szerezte, és mind a kettőt Szajol ellen. Az nem volt elég a pontszerzés, ez sem akkor. Balog forog. Orosz jön. És kis szerencsével ugyan, de úgy néz ki, hogy megtartjuk a labdát. Orosz István egy hete azt mondta, hogy nem biztos, hogy ő is a csapat rendelkezésére fog tudni állni itt Kunhegyesen. Ugyanis sérüléssel bajlódott az elmúlt hetekben, de annyi a hiányzó, hogy bizony muszáj volt összedrótozni a magát egy ilyen rangadóra, és hát nem árt neki is ott lenni a pályán, vezérnek lenni Varga Zoltán, valamint Szívós Gergő hiányában. Össze kell rántani a fiatalokat. Sok hiányzó miatt egyébként Rózsa is újra ott a kezdőben. Ő ausztriai munka miatt hagyta ki a bajnokság első felét, és most pedig ő lő. Kis hiány volt, csapatának talál be. Baj, hogy nem ajtóablak. 8 méterről oda lőtte volna, ahova akarja. És hát a kis túlzás az is volt, hogy oda is lőtte, ahova akarta. Kicsivel kapu fölé. Hát azért az egy szép visszatérés lett volna. Ő ugyanis korábban 7,5 évet leúzott itt. Megnyerte a megyei másodosztályt a Kunhegyessel. Nyáróta erősíti ugye a Karcagot. Nem rossz kis futballista. Az, hogy kimaradt a téli alapozás, az alapjaiban nehezítette meg a dolgát márciusi visszatérése után. De úgy néz ki, hogy kezdi utolérni magát Rózsa is. És hát könnyen lehet, hogy a sok hiányzó miatt ma már végig kell játssza a meccset. Szőke készülik a dobáshoz. Ott már lehet. Nagy dobás volt. Erdei ellen pedig fújnak egy szabálytalanságot. Két pontot egyébként már le is vontak a Kunhegyesi csapattól a bajnokságban, ez sem segíti a bennmaradásért folytatott harcot, még a Rákóczi Falva elleni mérkőzésen. Papíron szereztek egyet. Aztán megbuktak kettőt. Nem a legjobban jöttek ki abból. Előnyszabály. Akár még beadás is lehet belőle. Most érkezik középre a labda. Sikerül azonban kivágni Vargának. Farkas. Az elmúlt hetekben kezdte el letenni a névjegyét Farkas Sándor. Ez az 5. mérkőzése
a felnőttek közt. Jó a csel, szép a passz is. Elmegy azonban ez a kis belsős tekerés. Nagyon láttam, akkor Erdei Tibor volt az elkövető. Csontos nagyon nyugodtan védett, és hát védte szemmel. Szépen kikövette. Hely ott vonalban. Jól látta, hogy ebből bizony nem lesz gond. Alapember Csontos a kapuban. Mindössze 5 mérkőzést hagyott ki. Megvan még a vonal előtt. Tisztán látszott, nem is kellett az asszisztensnek közbeavatkozni. A Kupai. Rózsa. Most kapja Szőke. Remek labda. Csak valakinek középen is segíteni kéne, megvan a csel. Most a beadás. Természetesen az első Kunhegyesi a büntető területen belül kipasszolja. A letámadással azonban néz ki, hogy sikerül megzavarni a hazaiakat. Kovács. Orosz, most német. Szépen tartjuk meg a labdát. És lassan építkezünk most már csak Orosz István a karcagi térfélen. Jó a passzváltás. Sikerül lelopni a labdát. Farkas azonban határozottan, kőkeményen egyből visszaszerzi. Nem hagyjuk kibontakozni a kunhegyesieket. Hatásos egyelőre a letámadás. Nem sokat van a labda a hazaiaknál. És ez azért egyelőre akkor is erény és előny, hogyha nem tudunk belőle komoly gólhelyzetet kialakítani. Közepe üres, a közepe! Így van! Már szól a síp, meg kell állni az akciónak. Kunhegyes jöhet szabadrugással. Mindössze 3 meccsen maradtunk pont nélkül idegenben idén. Utoljára ősszel a zárófordulóban Tiszaföldváron kaptunk ki 3-1-re. Azóta legalább 1 pontot mindig begyűjtött az orosz csapat. Egyébként összesen 3-szor fordult elő idén, hogy nagyon szomorúan kellett felülni a hazatartó buszra. Szajolból és János Hidáról nem távoztunk még egységgel. Farkas. Itt a 17-es. Nem jó. Elszórjuk a labdát a pálya közepén, és most lendületesen jöhetnek a kunhegyesiek. Jó labda az oldalra. Még mindig. Most kaparintjuk meg Rózsa. Ellépi. Gyukodi pedig tovább. Távoli lövés. Jön a Gócs. És másodjára megvan. Gyukodi Attila startolt rá. Balog lőtt egyébként messziről. Nem volt azért olyan komoly veszély. Gyukodi ismét Baloggal játszik össze. 2 Balog párharcát Balog Józsi nyeri. Aztán már sprintel. Kapná is a labdát. Sikerül kifejelni azonban előle. Mindössze 3 gólt rúgott a tavaszi szezonban Balog Józsi. Ő a legeredményesebb karcagi 12 találatával. Ráadásul csak 2 mérkőzésen volt eredményes. Az eddigi 9-en 2016-ban János Hida ellen duplázott. 6 hete gólképtelen. És akár annyira is fiatal játékos, néha ez látszik egy frusztráció az ő teljesítményén. Erdei közben, ő is jó formában futballozik. Ballal eresztett meg egy távoli lövést. Erre már úgy gondolta Csontos, hogy elvetődik. Veszélyesebb volt, mint az előző, de most sem talált kaput.
Jöhet a kirúgás. Az elmúlt hetekben azért megszokatták a karcagjátékosok, hogy bizony nagy szurkolás közepette kell futballozniuk. Reméljük nem zavarja meg a fiúkat ma ez az egy-két kósza szurkolói bekiabálás. Előre, előre! Megyei hangulat Gunhegyesen. Előre! Balog. Szép a szerelés. És úgy néz ki, hogy sikerül megtartani a labdát a Kunhegyesnek. Balog lefordul, aztán fölpattan, és leszegett fejjel megtartja, majd fölnézés indít. Ez már pontatlan. Gyukodi lábáról Orosz István szedi le a játékszert. Balog nagyon aktív. Kupai mellette is elmennek. Szépen hozza ki a labdát most a hazai csapat. Jó indítás. Már lenne az alapvonalnál. Ott kellene valami kunszt, valami csel. Hát nem épp ilyenre gondoltam, egy jó 25 méterre kikeverednek. Ez a lövés pedig átmegy még a hálótartón is. Több volt benne. Az az oldalpassz, az bizony ennél nagyobb lehetőségekkel kecsegtetett. Nem sikerült élni vele. Agócs kirúgás. Sarokkal saját magát szökteti Erdei. Bedobása jutalma Varga Gábor mellett. 9 éve futballozik itt a közép hátvéd. Mindössze 24 esztendős, saját nevelés. Szépen végigjárta ő is Szamár létrát itt a Kesénél. Éltek szebb napokat Kunhegyesen a labdarúgás terén, alig ha nem fognak is. Most az az elsődleges feladat, hogy bennmaradjon az együttes. Erdei keverget. Szőke kicsit bosszús, hogy nem passzolnak neki. Erdeire meg aztán sikerül még rá is pöckölni a labdát. Kunhegyesi partobás. Szőke. Saját emberbe, Kupaiba. Balog meg kiforgatja. Orosz szerel a vonal mellett. Német. Dobos. Hajdú. Újra a pálya közepén megint Dobos, hosszú labda. Jön Agócs, nem kell azonban közbeavatkozni. A nagyon hosszú volt az indítás Tyukodi Attila irányába. Esélye sem lett volna elcsípni a labdát. Hát az őszi meccsen ilyenkor már vezettünk. Szívós Gergő a harmadik percben már betalált. Akkor a félidő 3-1-jel zárult. Kocsis góljával egyébként még 1-1 is állt az eredményjelzőn. Hát a vége kiütés lett. Szívós duplázott. Szőke Mester 3-ast jegyzett. Betalált Bukowski, valamint Balog is. Érdekes egyébként, hogy mégsem ez a legnagyobb arányunk veresége idén a Kunhegyesnek. Túlkevétől sikerült 8-0 arányban is vereséget szenvedniük. Balog a labda mögött, a 20. percben járunk. Inkább fejesre, meg is van a bólintás Agócs kezébe. Nagyon jó helyen szotyizott Agócs, ha szabad így fogalmazni. Ha ezt sikerül oldalra fejelni, vagy valamelyik sarokba, könnyen ebből is egy gól születhetett volna. Ez már a második veszélyes kunhegyesi szabadrugás. Ha akcióból nem is megy, szabadrugások után bizony
képesek lehetnek veszélyt okozni a karcagi kapu előtt. És ez már a második komoly sansz 20 perc alatt. Nekünk még nincs kaput találó komoly lehetőségünk. Erdeinek volt távoli kísérlete, ő azonban nem talált ketrecet. Csontosnak nem volt még védeni valója. Erdei középre kanalaz. Nem sikerül kivágni. Az egyik egyesi a földön, megy tovább a játék, valahogy kikeveredik, és megint fölé bombázunk. Kísértetiesen hasonló egy pár perccel ezelőtti megoldáshoz, amikor Rózsa közelről fölé lőtt. Most is nagyon be akartuk helyezni. Kimarad, és marad a 0-0. Úgy néz ki, hogy minden oké. A lemaradó Kunhegyesi játékossal. Jöhet majd a kirúgás. Új fenn nálunk a labda. Labdabirtoklás tekintetében könnyedén hazaiak fölé növünk. Jó lenne ez gólokban is megnyilvánulna. Erdei teljesen megbolondítja a Kunhegyesi védőket. Koszki lövésébe aztán belelépnek. De nálunk marad a labda. Szőke. Erdeivel az összjáték. Meg kell lenni, Robi. Meg lehet még. Nagyon jól helyezkedett Tyukodi Roland. Azért Szőke nem egy kis ember, de sikerült leütközni őt. Kovács Csaba jól lép ki a védelemből. Pontatlan azonban az indítása. Suta megoldás Tyukoditól. Oda kell figyelnie a Kunhegyesiek hatosának. Egy csárkalapja van ugyanis. Ha kap egyet, ki kell hagyja a következő találkozót. Pedig minden kulcsemberre szükség van. Említettem, hogy nagyon nehéz kutyakemény sorsolásban a Kunhegyes. És hogyha valaki ránéz a hátralévő találkozóikra, akkor bizony azt állapíthatja meg, hogy reális esélyük csak az utolsó fordulóban jászfényszorú ellen lehet a pontszerzésre. Addig úgy fognak kifutni, hogy már az egy pont is bravúr lenne. Bukovszki, ott van még, jó lehetőség, megvan a gól. Azonban az asszisztens jelez, mégpedig lest. Nem érvényes a karcagi gól, nincs meg az előny. Egy nagyon érdekes játékvezetői ítéletnek köszönhetően. Ha jól láttam, Erdei bólintott egyébként a kapuba, nem állt a helyzet magaslatán a hazai hátsó alakzat. Hát ezt érdemes lesz majd visszanézni, hogy mi is történt valójában. Nem voltunk vonalban. Nem láttuk, hogy ki ért hozzá, ki nem ért hozzá. De ott a nagy tömörülésben ezek szerint valakit kiszúrt a sporttárs. Nagy kár érte. Jó tett volna egy karcagi gól a mérkőzésnek, legalábbis a mi szempontunkból mindenképp. Így azonban marad a 0-0, és a Kunhegyesiek készülődhetnek. Egy olyan jó 30-35 méteres szabadrugással, és hát a neki készülődésből arra lehet következtetni, hogy
könnyűszerrel akár még kapura is lehet tenni. Láttunk már nagy gólokat a megyében ilyen szituációban. Most is ez volt a szándék. A sor felállta az útját. A sikeres szabadrugásnak. Most jön a labda, sikerül kifejelni. És mehet egy gyors karcagi támadás, Balogh vezetésével ketten előtte, fönnakad. Ez könnyen lap lehet. Az első a mérkőzésen. Varga Gábor kapja. Felnyomtak, piros lapot is megér. Abszolút taktikai szabálytalanság. Nem volt szabad engedni Balogot elmenni. Szélvész gyors. Még a félpálya környékén megállították, biztos, ami biztos. Teljesen jogos a sárga kártyás figyelmeztetés. Meg volt a fejes is. Ez még ennél jobb. Német. Elpattan a labdája. Nyámozhatják a hazaiak. Sikerül üres területre játszani. Aztán megismétlik ezt. A beadás már pontatlan. Kikanyarodott. Ezt jelezte a partjelző. Most mehet a támadás. Jó indítás, sikerül Bukowski elől lekapcsolni, aztán pedig kupa itt szereli Varga. Kicsit kín volt Kupainak az evezője, de nem volt azért egy olyan komoly falt. A játékvezető azért lefújta. Bukowski, Kupai. Megint Balogot készítik versenyfutásra. Ismételtem Varga társaságában. Kap egy szögletet érte. Jól oldotta meg egyébként. Szépen fúrta be magát a védő és a labda közé. A lehető legtöbbet hozta ki ebből a szituációból. Bukowski szöglete. Ez sem kanyarodott rosszul. Ezt is lefújja azonban a játékvezető. Nem volt veszélyes a fejes. Nem, hogy kaput nem talált, még annak az irányába sem ment. De már valaki középen lökött egy kicsit. Szőke. Ő a legeredményesebb karcagi egyébként a Kunhegyes elleni párharcban az elmúlt években. Ötször is beköszönt a kesének. Ez a legtöbb karcagi oldalon. Orosznak, Erdeinek, Bukowskinak, valamint Szívós Gergőnek pedig 3-3-3 találata van. Gyere! 11-est reklamálnak a Kunhegyesiek. Hát nem volt nehéz táncba vinni a csatárt. Nagyon el akart esni, maradjunk annyiban. Ez is egy sárga. Rózsa kapja. Ez is teljesen jogos, visszahúzta ellenfelét. Lehet könyvelni. Ez a harmadik sárgája Rózsának a szezonban. Fölösleges labda fölemelés. El is feszítjük a labdát.
dobhat a kese. Tavaly 3-2-re kaptunk ki itt ezen a pályán. Igen, csak fordulatos és semleges nézői szempontból rendkívül szórakoztató mérkőzésen. 78. percben Szőke góljával megszereztük 2-1 arányban a vezetést. Azonban a 83. és 85. percben gólt kaptunk. Így maradtunk pont nélkül. Kocsis, Tyukodi, valamint Fritz voltak akkor a kunhegyesi gólszerzők. Hát Kocsis és Tyukodi ma is riogathatják a kaput. Egyelőre csak pontrugások után tették ezt. Balog, megint csak menne, megint föltartják. Ezért most nem jár sárga lap. Harcos meccs. Kevésbé dominálnak a helyzetek, mint azt talán várhattuk volna. De ha tényleg megfigyeljük a Gunhegyes elmúlt hetekben mutatott teljesítményét, a karcagi kapu előtt elég impotensek, és hát azért fejlődnek, nem kaptak annyi gólt. Ugye legutóbb a tavalyi bajnok Tiszafüred ellen csak 2-0-ra kaptak ki. Egyelőre masszívnak tűnnek. Meg hát ugye Varga László csapatait nem kell bemutatni. Foggal, körömmel harcolnak mindig. Ezt tette már, amikor a Turkevét irányította is. Amíg le nem fújják a mérkőzést, mindig a győzelemért megy. Nem jó a csúsztatás. Varga megoldásánál is láttak már jobbat Kunhegyesen. Hát tovább a játék, pedig hatalmas ordítás. Közben marad lent a karcagi játékos. Szabó Zsolt masszörnek pedig érkezni is kell, ápolni. Kovács Csaba pedig nagyon fogja a térdét. Nem lenne jó, hogyha megsérülne Kovács. Abszolút kulcsember. Csak egy találkozót hagyott ki idén. Balog után a második legtöbb pályára lépéssel rendelkezik. Kirobbanthatatlan. Most azonban könnyen lehet, hogy ki kell őt robbantani. Ugyanis ezeket a képsorokat elnézve közel sem biztos, hogy ő fogja tudni folytatni a játékot. Arccal lefelé. Hát remélhetőleg nem túl súlyos. Egyébként is sok nehézség karcagi oldalon a csapat összeállításánál. Kovács Csaba kiesése csak tovább fokozná ezt. Mindkét kapu előtt jól produkál. Ötször sikerült bevennie már az ellenfelét is. A saját előtt pedig óramű pontossággal, fordulóról fordulóra. Most már lábon. Gondolod, hogy húzza az időt, gyökér, győzni jöttünk.
Ebből alig, ha lesz folytatás. Igaz, hogy a saját lábán hagyja el a játékteret. De ez a lesántikálás, és az, hogy szinte nem bírja el a támaszkodó lába, amikor rálép. Ez bizony cserét sejtett. Hamar nagy maj lát valamint Kátót. Azok a karcégak, akit be lehetne cserélni. Természetesen a kapus csere Berényesin túl. Hazai oldalon pedig a kapus Tóbiás Mátén kívül Horváth László, valamint Kocsis Norbert csücsülnek a kispadon. Hajdú. Könnyű felismerni, őt hosszú ujjúban játszik. Varga. Jön a csel, aztán megy a passz, már Balog tovább, most Hajdú, elvállalja. Jócskán mellé. Három gólt rugott érkezése óta. Mind a 10 meccsén kezd. Bukowski lábáról pattan, elszáll aztán Bukowski. Most Erdei. Megcsinál egy cselt. Aztán passzol, kicsit hosszú Balognak. Oda a helyzet. Kovács Csabát még mindig a kapu mellett tápolják. Hosszú, vigyázz! Andig ember hátrányban a mieink. Bukowski és Szőke, mind a ketten szeretnék elvállalni a szabadrugást. Megvitatják. Eldöntötték. Most már csak jól kellene megcsinálni. Kapura megy. A kapu közepére. Könnyű zsákmány Csontosnak. 3 éve véd itt Csontos. Előtte kenderesen rúgta a bört. Meg ő fogta is, neki lehet. Még jó néhány éve lehet a kapuban, mindössze 26 esztendős. Most jön majd csak játékos pályafutásának csúcsidőszaka kapusként. Orosz! Kupai! Bedobás! És egyúttal lehetőség a cserére. Kovács Csaba valóban nem tudja folytatni. Érkezik a helyére Hamar János. 8. alkalommal csereként ott látható Kovács, amint oda bandukol a karcagi kispadhoz. Mielőbbi felépülést kívánunk neki. Igen, csak érzékeny veszteség lenne, ha ő kiesne a bajnokság hajrájára. Jövő héten majd Csépával játszik a csapat hazai környezetben. Azzal a Csépával, amelyik az előző fordulóban 5-4-re megverte Szajolt Szajolban.
első hazai vereségét szenvedte el a listavezető. És hát azért ez segített annak, hogy kicsit összeszűküljön ott az élboly. Még bármi lehet, tényleg bárki nyerhet. És könnyen lehet, hogy majd a Jászárok szállás lesz a mérleg nyelve a bajnoki cím sorsának eldöntésében. Ugyanis ők is most kezdik meg ezt a top 4 elleni menetelésüket, és bizony, akit megvernek, az könnyen elszállhat. Már csak azért is, mert egyébként a Jászárok szállás és pontban beérte a karcagi együttest. Szőke kap egyet hátulról. A kékek jöhetnek. Egyből tovább a fejest. Jó van, Gabi. Teljesen felesleges volt. Azt már nem fogja meg Erik se. A bedobás. Hát ma nem jött a gyors gól, amit azért mostanság megszokhattunk. A vártnál lehet, hogy egy kicsit keményebb ellenfél a Kunhegyes. Azért sosem könnyű egy kiesés elől menekülő csapat ellen játszani, sosem könnyű kunsági rangadót játszani. Mindkét oldalon látszik azért a motiváltság a játékosokon. És hát nem sikerül fogást találni egyik együttesnek sem az ellenfélem. Bukowski most kanyarint, másodjára sikerül fogni a csontosnak. Aztán rögtvest indít. Szeretnének egy gyors kontrát vezetni Ajduk keresztlabdájával, van is erre esély. A labdakezelés azonban olyannyira pontatlan, hogy egy pillanatra elveszti a labdát a Kunhegyes, aztán megtartják, de már minden karcagi visszazár a helyére. Újra mi támadhatunk? Rózsa. Varga ráül, rákezel, kutyapózban, nem tud vele mit kezdeni, most szorítja be. Karcagi szabadrugás, Rózsa gyorsan elvégzi, hiszen füles volt. Balogh pedig megcsinál még egy cselt, és még egyel tovább. Most a passz, igen, csak pontatlan. Újabb szöglettel jelentkezhetünk. Egyelőre nem voltak igazán veszélyesek a sarokrugásaink. Jól fejelő Kovács Csaba lecserélése pedig nem növeli az esélyeinket, ami majd egyet bebólintunk. Ez meg ráadásul olyannyira a túloldalra érkezik, hogy senki nem is tudja kapura fejelni. Varga kipasszolja, az ötés felesen belül fekszik egy kunvegyesi játékos, ráadásul villan egy sárga lap is. Szabó Dávid kapja a szövegelésért. Üt Karcagon ősszel kiállította a játékvezető a 85. percben. Most itt a 44. végén kap egy sárgát. Ez már a 9. neki. Itt ha gyűjteni, azt csinálja. A következőnél jöhet majd az eltiltás. Rózsa nagyon sportszerű, visszadobja a labdát a Kunhegyesnek. Csontos készülődhet a kirúgáshoz. Nincs sok hátra már a rendes játékidőből, ami az első félidőt illeti. Kunhegyes Karcag 0-0. A Gócsnak volt két komolyabb védeni valója. Túloldalon inkább körbelőttük a kaput, nincsen veszélyeztettünk. De azért Csontosnak is időnként résen kellett lenni.
Erdeinek, illetve Rózsának voltak jó kísérletei. Sikerült gólra váltani egyiket sem. Farkas! És ez a bedobás a játékvezető szerint méltó momentuma az első fél idő zárásának. Gól nélküli döntetlennel fordulnak tehát a csapatok a megyei bajnokság 25. fordulóján, a kunsági rangadóján. Kevés helyzetet, de annál nagyobb küzdelmet hozott az első játékrész. Mezőnyben inkább karcagi dominanciával, gólt azonban nem sikerült szerezni. A játékosok bevonulnak a szünetbe, fújnak egyet, szusszanjanak önök is, aztán pedig tartsanak velünk a második félidőre.